Mit tanácsol azoknak, akik bizonytalanok a pályázat beadásában? Én azt gondolom, hogy egy jó pályázathoz nem csak egy jó elképzelés kell, hanem a részletek kidolgozása is valamilyen szinten történjen meg, és nagyon nagy segítség mind a pályázónak, mind a döntéshozónak, tehát a zsűrinek, hogy vizualizálva legyen maga az elképzelés, tehát mindenféleképpen egy látványterv, vagy egy valamilyen rajz segítheti a kivitelezést, illetve azt, hogy elképzeljük azt, hogy ez a projekt ez hogyan valósul, hogy fog megvalósulni. A mi esetünkben is ez döntő volt, hogy látták a zsűrik, látták a döntéshozók, hogy mit szeretnénk megvalósítani. Milyen visszajelzéseket kaptak a környezetükből a megvalósult projekt kapcsán? Rézsű játszótér elsődleges célcsoportja a palkonyai lakosok voltak, tehát ugye azon belül is elsősorban a gyerekesek, és azt gondolom, hogy már mind a kivitelezés során látszott az, hogy a részvétel fontos volt számukra, és hogy ők is tegyenek ezért a projektért, vagy valamit tegyenek bele. Úgyhogy már ott is látszott, hogy elég sokan összegyűltünk, és amikor elkészült, akkor sokat használják a rézsű játszóteret a helyiek. Kaptunk észrevételeket, utána még egy picit tudtunk rajta javítani, illetve azt gondolom, hogy az ő közrejárásukkal történik mindig a fenntartása a játszótérnek, tehát az ápolása, a gondoskodása.